Jó napot kívánok! Ebben a videóban nézzük meg, hogy Hotmail-lel vagy Outlook.com-mal hogyan lehet egy másik levélfiókon keresztül levelet küldeni. Először ugye be kell írni a felhasználó nevet, aztán a jelszót. Aztán itt ennél a fogaskeréknél a beállításokra kattintani, és ide az e-mail fiókjaira, és akkor itt fel lehet venni egy úgynevezett csak küldési fiókot, amikor nem a Hotmail rendszerén fogjuk kiküldeni a leveleket, hanem egy saját szerveren keresztül, egy saját e-mail fiókon keresztül, ezt SMTP szervernek mondják, be kell írni a levélcímünket, amin keresztül küldenénk, ide be kell írni a jelszavunkat, és itt a speciális beállításokra rákattintani. Hát ez majdnem jól is töltötte ki itt az adatokat, ide a szolgáltatónktól kapott kimenő levélszerver nevét kell beírni, ez általában itt 465, de hát lehet a másik is, ezt majd a szolgáltató megadja. Itt a felhasználó nevünket, ami általában az e-mail címünket, és itt a jelszót, és akkor rá kell kattintani a továbbra. Jó. És akkor itt meg is mondta nekünk, hogy most már küldhet e-maileket ebből a fiókból. Ide kattintsunk újra az Outlookra. És ugye, ha írunk új levelet ezzel az újjal itt fent, akkor itt lesz egy kis nyíl, amivel ki lehet választani, hogy melyik feladó legyen. Na most, hogyha mondjuk erre a levélcímre kapunk levelet, akkor úgy gondolom, hogy az Outlook elég intelligens az, hogy akkor erről fog válaszolni is, és fordítva. Na most ez ugye feltételezi azt, hogy a levelek abból a fiókból, amin keresztül most küldünk, abból a fiókból ide jönnek az Outlookba, tehát majd mikor valaki válaszol, akkor itt meg fognak jelenni az üzenetek, tehát abból a másik fiókból egy úgynevezett átirányítás lesz aktív, és az ide tovább küldi nekünk a leveleket. Hát ez ilyen egyszerű. Minden jót kívánok, viszonthallásra!